Úgy 150 méterre lehettek tőlem, de Kálártól tényleg csak lépésekre. Horváth Viktor saját könyvéből felolvasott részletével indult a Magyar Író Rezidencia nyíregyházi vendégének közönség találkozója. A Magyar Író Rezidencia programot közel egy éve indította a Petőfi Irodalmi Ügynökség, és jelenleg 8 kulturális értékekben gazdag városban, illetve településen működik, köztük Nyíregyházán. A program célja, hogy a hazai és határon túli szerzők számára ideális munkakörnyezetet teremtsenek, emellett pedig élénkítsék a kulturális turizmust és erősítsék az irodalmi kapcsolati hálókat. Horváth Viktor író műfordító Pécsről érkezett, ahol az író rezidenciájéhoz hasonló vendégfogadásnak már régebben kialakult hagyománya van. Ez egy kulturális misszió a kulturális kormányzatoktól. Nagyon jó, hogy a magyarok is rájöttek erre, és ez most már úgy látom országos program. Ami az én viszonyomat illeti Nyíregyházához, amikor megtudtam, hogy jöhetek most ősszel, akkor több választási lehetőségem volt. Én választottam Nyíregyházát, nem kijelölték, mert itt még soha nem voltam. Nem vagyok mai gyerek, 60 éves vagyok, de annyira kiesett az útvonalaimból, akár külföldre mentem, akár országon belül, hogy ez az egyetlen magyar jelentős város, ahol nem voltam még, és kíváncsi voltam. A közönség találkozón az érdeklődők megismerkedhettek John Milton 17. századi angol költő nagyhatású eposzának az Elveszett paradicsom kulturális hátterével. Horváth Viktor azt mondta, a könyv rendkívül fontos szerepet játszott a kor életében, ezzel is magyarázható, hogy míg egyesek nyilvánosan elégették, addig mások számára megkerülhetetlen kiindulási pontot jelentett. Úgy képzeljük akkor ezt el, a nyomtatást és a könyvkiadást, ami akkor viszonylag friss volt, korabeli csúcstechnológia, és még mindig forradalmi, mint ahogy a mai korunkban forradalmi és a kulturális életnek integráló eleme az informatikai univerzum, az internet. Ez most mindent visz, és mindent magába olvaszt. Tehát már az irodalom is interneten jelenik meg, a zene, a színház, a film, az építészet, a táncművészet, mindent ez a közeg szippantott magába. Na Milton korában ez a nyomtatás, meg a könyvek voltak. Milton Elveszett paradicsom című művének népszerűsége a 18. századra már túlnőtt Anglia keretein, miután lefordították az európai nyelvekre, később pedig világszerte, mondta Horváth Viktor, aki szerint a 19. században aki csak olvasni tudott, ismerte Milton művét. Magyarországon 120 évvel ezelőtt jelent meg az első magyar fordítás, de a művészekre és írókra már a magyar fordítás megjelenése előtt is jelentős hatást gyakorolt. Olyan módon hatotta át az egész irodalmat, az irodalomérzékelést, hogy meghatározta művek sorsát, amelyek máig érvényesek számunkra. Meg még azok is meghatároztak olyan műveket, amelyek máig érvényesek számunkra. Igen, a legkirívóbb, tehát a legerősebben látható példa ennek az ember tragédiája, ami egy színpadra alkalmazott változata az Elveszett paradicsomnak. Horváth Viktor azt is elmesélte a közönségnek, hogy a mű újrafordítása során nem csak az eredeti költői nyelv ritmikáját nehéz visszaadni, de a mű tudományos hátterének feltárása is kihívást jelent, ezért a szerző folyamatosan együtt dolgozik egy tudományos munkatárssal, aki nem más, mint Péti Miklós, Milton kutató irodalomtörténész. Az eseményen részt vett Nikolaj Bojkov, bolgár író, műfordító is, aki a debreceni író rezidenciájáról utazott át a találkozóra.